Szeretettel köszöntünk mindenkit Kispalkó szilveszterrel, innen Nándorfehérvárról. 10 évvel ezelőtt még gyakorlatilag elképzelhetetlen lett volna az, amire itt most sor került, ugyanis a szerb hazafiak, a szerb nemzeti összefogás pártjának, parlamenti pártjának elnökasszonyával közösen koszorúztuk meg az imént Hunyadi János szobrát. Posetu našich prijatelja, mađarskih, bugarskih i nemačkih parlamentaraca i poslanika, završavamo ovde u Zemunskom keju polaganjem venca na spomenik Janjošu Hunjadiju. Zahvalna sam našim prijateljima koji su odali priznanje žrtvama NATO agresije i koji su učvrstili naša prijateljstva i savezništva u odbrani Evrope nacija i Evrope otadžbina. Janjoš Hunjadi je bio ne samo mađarski junak, nego junak čitave hrišćanske Evrope, ali usudit ću se da kažem i srpski heroj. Jer onaj koga su naše epske pesme opevale, ostaje trajno upisan u srpsku istoriju, u naše pamćenje. Neka primer Janjoša Hunjadija, kao borca za temelje hrišćanske Evrope od najezde osmanskog osvajača, nama danas posluži kao primer i putokaz da zajednički pružimo odgovor svima onima koji žele da izbrišu našu hrišćansku civilizaciju iz istorije. Verujem da ovi susreti, naši sastanci i razgovori koje smo imali proteklih dana predstavljaju temelje buduće saradnje naše 4 političke organizacije koje će zajedno stvarati drugačiju Evropu u kojoj će se države međusobno poštovati i uvažavati, u kojoj će braniti svoj identitet, svoju kulturu, slobodu i nezavisnost. Još jednom, hvala svima na tome što ste dali priliku da Beograd bude domaćin ovog značajnog događaja i da zajednički, poput naših predaka Janjoša Hunjadija i despota Stefana Lazarevića, pišemo novu istoriju. Független attól, hogy sajnos a magyar kormány nem élt megfelelően az akkori szerb kormányzati lehetőséggel, és a mögöttem látható szobrot készítették el Magyarországon, ami én azt gondolom, hogy nem méltó Hunyadi Jánoshoz, ettől függetlenül mégiscsak egy óriási dolog, hogy Hunyadi Jánosnak van már itt Belgrádban, Szerbia fővárosában, a mi egykori Nándorfehérvárunkon szobra, és ezt a szerb hazafiak, a szerb nemzeti erők parlamenti képviseletének vezetőivel meg tudtuk koszorúzni, ráadásul nem csak mi voltunk, nem csak magyar-szerb hazafiak, hanem velünk voltak a német és a bolgár szövetségeseink, a németországi AfD, akik már a második legerősebb párt Németországban, illetve az újjászületés Bulgáriából. És ez a szimbolikus közös koszorúzás, amelyet tisztelektünk Hunyadi János, Szilágyi Mihály, Kapisztrán Szent János és a várat védő magyar és szerb harcosok emléke előtt, ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet, ugyanis mindannyian egy új Európát, egy olyan Európát szeretnénk, ami a nemzetek Európája, amely nem akarja megsemmisíteni az európai nemzeteket, hanem meg akarja menteni azt az örökséget, amelyet az őseinktől kaptunk. Úgyhogy tartsanak velem, megmutatom, hogy mi történt itt Belgrádban, az egykori Nándorfehérváron, ezen a nagyon szép hétvégén. Dobrodošli na međunarodnu konferenciju koja se održava povodom migrantske krize pod nazivom Nacionalni odgovor nacionalno-odgovornih snaga u Evropi. Dolazi vreme Evrope suverenih država. Dolazi vreme Evrope slobodnih naroda. Dolazi vreme kada će svi narodi moći da sačuvaju svoju kulturu i svoj identitet. Dolazi vreme kada ćemo moći da sarađujemo otvoreno, transparentno i ravnopravno. Kada ćemo jedni u drugima moći da imamo prijatelje, da zajednički stvaramo lepšu i bolju budućnost. Pre svega, migrantsko pitanje je demokratsko pitanje, a to znači da se mimo naših naroda i naših građana ne može odlučivati o migrantskoj politici, ne može niko van naših država da nam nameće bilo kakve kvote i bilo šta po tom pitanju. Mi imamo obavezu da zaštitimo naše granice, da zaštitimo bezbednost naših građana i da ostvarimo pravo na našu nacionalnu različitost i identitet koji niko ne može ni na koji nasilan i veštački način da nam ugrožava. Zato treba da dejstvame zajedno. Treba da napravim така, че нашите политически организации, които мислят еднакво по отношение на общите
ценности на европейската цивилизация да станат фактори в своите държави, да ги управляват и да координират заедно политики за спасението на европейската цивилизация. Und es wird auch kaum beachtet, dass Europas Glaubwürdigkeit in der Welt zunehmend verloren geht und dass von daher die Strategie Europas, sich abzukapseln von den östlichen Nachbarn wie Russland, aber auch von eurasischen Partnern wie China, in eine Sackgasse führt und Europa langfristig schwächen wird. Külön öröm és megtiszteltetés számomra, hogy erre a nemzeteink megmaradása szempontjából sorsdöntő kérdéseket felvető találkozóra Belgrádban kerül sor. Ebben a városban, amelyet különösen szeretek, ahova rendszeresen visszatérek. Szeretem ennek a csodálatos városnak az egyedülálló hangulatát, gyönyörű épületeit, a Skadarliáról kiszűrődő muzsikát és illatokat, az itt összeérő Dunát és a Szávát, és különösen a város fölé magasodó erődöt az ősi Fellegvárral és az azt körülölelő Kalemegdán parkkal. Ezt a várat mi magyarok Nándorfehérvár váraként ismerjük, és a történelmünk legfontosabb diadalához köthető, a Nándorfehérvári diadalhoz, amelyre 1456-ban 567 évvel ezelőtt került sor. A vár kapitánya Szilágyi Mihály volt, akivel mellesleg az én őseim vérszerinti rokonságban álltak, a várat védő sereg pedig magyarokból és szerbekből állt. Hozzájuk csatlakozott Szilágyi Mihály sógora, Hunyadi János 12 000 fő seregével, valamint az olaszországi szerzetes Kapisztrán Szent János által főként Magyarországon toborzott keresztesek serege. Én azon nagyon kevés magyar állampolgár közé tartozom, aki mindössze néhány száz méterre lakom a magyar-szerb határtól, így én a saját ablakomból nézhetem azt az inváziót, ami 8-9 éve folyamatosan éri Magyarország és Szerbia határát, amely egyúttal az Európai Unió határa is. Emlékszem, hogy 2013-ban az első nagyobb csoportok koszovói albánok voltak, akik nem tisztelve a törvényeket, egyszerűen átsétáltak illegálisan a határon, aztán követelték, hogy a magyar állam a magyar adófizetők pénzén szállítsa őket Németországba, mert ott jó sok pénzt fognak majd kapni. A világ minden részéről érkezett embercsempész bűnbandák pedig az elmúlt években már rettegésben tartották Szerbia északi részén a magyar-szerb határ közelében élő tisztességes, itt született magyar és szerb embereket. Ezek az embercsempész bandák afgánokból, grúzokból, szíriaiakból, marokkóiakból állnak, de kapcsolatban állnak számos más ország bűnözőivel is. Az Európai Unió vezetése pedig úgy döntött, hogy ezt az illegális migrációt, ezeket a bűnbandákat nem megállítani, hanem az országainkba meghívni akarja. Nyilvánvaló, hogy a brüsszeli vezetők vagy elmebetegek, vagy az európai történelmi nemzetek megsemmisítésén munkálkodnak. Bátran vegyük a saját kezünkbe a sorsunk intézését, mert Brüsszel vagy a kormányaink nem fogják megtenni azt helyettünk. Nekünk, magyaroknak és szerbeknek nem volt mindig könnyű összefogni, hiszen mindkét oldalon vannak történelmi sérelmeink. De most azokra a szép időkre kell gondolnunk, amikor összetudtunk fogni, mert olyankor csodákra voltunk képesek. Együtt olyan győzelmekre vagyunk képesek, mint 1456-ban Belgrádnál. Ma itt megtettük az első lépést egy igazán erős összefogás érdekében, mert hiszem, hogy őszinte és valóban erős összefogásra csak nemzeti erők képesek. A liberális vagy opportunista elvek és hit nélkül működő politikai erők összefogása semmit sem ér, mert mindig csak pillanatnyi érdekek mozgatják. De a hazájukért, nemzetükért küzdő, nem a pénzben, hanem Istenben hívő politikai erők összefogása mindennél erősebb szövetséget jelent. A mi összefogásunk példát mutathat minden európai hazafias erő számára, mert ha most képesek vagyunk egy egész Európára kiterjedő szövetségre, akkor elsöpörhetjük a brüsszeli vezetést és amerikai gyökerű nemzetközi pénzügyi körök, illetve saját országaink elvtelen, korrupt politikai pártjai helyett végre a saját kezünkbe vehetjük az ügyeink intézését. Egymás nélkül a nemzeteink egyenként fognak elbukni, összefogva azonban népeinket megmenthetjük, Európát pedig ismét naggyá tehetjük. Válam. Köszönöm, hogy drágostól, posztel Szófie, ovok púta, pozív stigáó és Beograda. I što ovdje u Srbiji postoje odgovorne organizacije koje ne guraju problem migracija pod tepih,
već su voljne da učestvuju u traženju rešenja. Zajednički problemi nam uvek daju priliku da razgovaramo i razmišljamo zajedno. Prepoznavanje međuzavisnosti pomaže da se dokaže da je napredak moguć čak i u međudržavnim odnosima opterećenim sukobima iz prošlosti, poput onog koji je karakterisao mađarsko-srpski odnos u prošlosti. Šta nam iz perspektive 567 godina govore heroji Beograda? Evropski narodi se i danas suočavaju sa izazovima. Stranci i dalje opsedaju naše granice. Jedina razlika je u tome što je tada naš narod još imao snažnu volju i odlučnost, a danas je liberalizam razuvadno delovao, a naš narod je krenuo putem samopredaje. Kada bi se bitka odigrala sada, verovatno bi mnoge zabrinulo da li krstaš vređa senzibilitet muslimana. Još jedna važna poruka mađarskih i srpskih heroja koji su branili Beograd je da se mora otkloniti šovinizam koji sve truje i koči evropsko jedinstvo. Moramo ponovo da naučimo da se borimo za više ciljeve, za našu zajedničku evropsku zemlju, za našu kulturu i našu hrišćansku veru. Problem se mora rešiti u korenu. Trgovci ljudima moraju biti uhapšeni. Srbija je poslednjih nedelja dokazala da ako postoji politička volja, za samo 3 dana može da napravi red u pograničnim naseljima u Severnom Bačkoj. Nadamo se da sadašnji relativni red i mir neće trajati samo do izbora. Nažalost, to nije bio uvek slučaj. Na početku migracione krize 2015. godine nasilni migranti su kamenjem i komadima betona opsedali granični prelaz Reske Horgoš, nanevši teške telesne povrede mađarskoj policiji. Na srpskoj strani policija je pasivno posmatrala događaje. Nije im naređeno da zaustave migrante i napadače. Predstavnici našeg pokreta jednoglasno su se izjasnili da vojsku treba angažovati protiv naoružanih krijumčarskih bandi koje deluje na granici, koje bi ako bi na njih pucano mogle da uzvrate vatru umjesto da beže. Po našem mišljenju, ovo je jedini odvraćajući primjer za njih. Izgleda da je sudbina našeg naroda, ovo je naša misija. Moramo da čuvamo hrišćansku Evropu i nasljeđe naših predaka. Zapadna Evropa je na putu da propadne sa svojom pogrešnom migracionom politikom, ali istočna Evropa i Balkan i dalje izdržavaju, jer mi izdržavamo. Rešenje za smanjenje broja stanovnika i nedostatak radne snage nije migracija, već porodica i deca. Umesto migracije potrebna je demokratska promjena. Zato moramo izgraditi novi Evropski savez, moramo raditi na ujedinjenju antiglobalističkih patriotskih organizacija koje veruju u tradicionalne vrednosti i spremne su da deluju protiv snage koje žele da ukinu slobodne nacionalne države. Smatram da smo danas ovde u Beogradu napravili još jedan korak ka ispunjenju ovih ciljeva. Hvala. Hvala.